Hozzunk létre egy következő képkeretet, nyissunk meg bármilyen képet. Ha ezt megtettük, akkor a következő lépésünk legyen az, hogy a background layerünket tegyük intelligenssé. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy kétszer rákattintunk a bal layergombbal, itt megadjuk a új rétegünk nevét, ez legyen a motor. És ha ez megtörtént, akkor a Ctrl a gyors billentyű kombinációval jelöljük ki képünket, majd választjuk a kiválasztás, módosítás, és itt választjuk a keret funkciót, ahol megadhatjuk pixelbe, hogy milyen széles legyen a keretünk. Itt attól függően választjuk ki, hogy milyen széles keretet szeretnénk, olyan nagy pixel számot adunk meg, ez ugye függ továbbra is a képünk minőségétől, hogy milyen, hány megapixeles az a fénykép. Azt szokták mondani, hogy olyan 20-30% az az ideális képkeret, a képünknek a 20-30%-át el lehet venni. Itt most állítsuk be egy 50 pixelre. Ezt megtettük és leokéztünk, azt veszük észre, mintha a kijelölésünkön csak egy egyszerű zsugorítást végeztünk volna, de ez nem így történt. A Ctrl-C-vel másoljuk le kijelölésünket, és Ctrl-V-vel helyezzük vissza, és azt veszük észre, hogy létrejött egy új réteg, ez az a keret rétegünk. Ha a motor rétegről levesszük ezt a szemikont, és nem fogjuk látni a motorunkat, akkor észreveszünk, hogy a keretünk tényleg elkészült, és méghozzá egy olyan keret, hogy a halványodásból haladunk a nem átlátszó részig, és ez csak teljesen a széle. Helyezzük vissza a szemikonunkat, és a új rétegünkön dolgozunk. Válasszuk a kép, majd a módosítások, vagyis korrekciókat, és itt válasszuk a szinteket. Ezt a Ctrl-L gyors billentyűvel is el tudtuk volna érni gyorsabban. Majd itt kapunk lent egy csúszkát, és ezt a csúszkát teljesen állítsuk fel. És akkor létrehoztunk egy ilyen fehér keretet. Ezt a OK gombbal elfogadhatjuk. Nagyjából is készültünk, aki más, ezt a fehér keret helyett valami színt szeretett volna, akkor nem a szinteket választja a korrekciók közül, hanem előtte egy Ctrl-U gyors billentyű kombinációt tett volna, és ott megváltoztatja a színeket. Mindenféleképpen ott legyen kipipálva a koloriz, és akkor tudja a színeket változtatni. De ha ezt választottuk, hogy ilyen fehér képkeretet szerettünk volna, akkor elkészültünk. Itt még lehet állítani a normál helyet, hogyha mondjuk választjuk az overlay-t, akkor képkeretünk egy a fehérből átmegy, a háttérszint fogja választani, egy kicsit ilyen sötétesebb, vagyis világosabb az eredetihez, ezt még jobban átlátszóba tudjuk tenni. Ha a softlightot válasszuk, és ha softlight helyett a dissolve-ot válasszuk, akkor ez a fehér, mint hogyha hó hullott volna, képkeretet hoztuk létre. Ez téli képeknél nagyon jól mutat. De választjuk a normát. Mindenki a saját ízlése szerint fogja elkészíteni, melyiket akar választani. Majd olvasszuk össze két képünket, kattintsunk rá a jobb egergombbal bármely rétegünkre, és válasszuk a kép összeolvasztást.
Ha ez megtörtént, akkor képünk, vagyis képkeretünk ezzel is készült.